Szédülés, fej, derékfájdalom vagy végtagzsibbadás, sokféle panasszal érkezhetnek a neurológiára a betegek. Ez a szakterület az idegrendszer károsodásait vizsgálja és gyógyítja. Ide tartozik az agy, a gerincvelő, az idegek és ideggyökök sérüléseinek feltárása is. A Józsa András kórházban idén 60 éves a neurológiai osztály. Ennek alkalmából tudományos üléssel egybekötött megemlékezést szerveztek a szakembereknek. Nagyon messzire jutottunk, a diagnosztika robbanásszerűen fejlődött az elmúlt 6 évtized során. Olyan képalkotó technikák állnak rendelkezésünkre, amelyek szinte anatómiai atlasz pontossággal képesek a vizsgált területeket, így az akár az agyat is mutatni. A neurofiziológiai vizsgálatok is borzasztó nagyot fejlődtek ez alatt az időszak alatt, illetve hát a terápiás lehetőségeink is jelentősen bővültek. Az orvosok ma már modern eszközök segítségével állapítják meg a betegségek okait. Az elmúlt 60 év az orvostudomány fejlődésének köszönhetően a neurológia területén dolgozó szakembereknek is új lehetőségeket hozott. 60 év alatt nagyon sok sikert megértünk, nyilván sikerült megoldani sok-sok nehézséget, és az elődök, a nagy elődöknek az ügyeit szeretnénk folytatni, nyilván már teljesen új makrokörnyezetben, mikrokörnyezetben és a legújabb szakmai színvonalnak megfelelően. Ezért rendkívül számunkra fontos, ezért ma ünnepeljük az osztály 60 évét, ünnepeljük az elmúlt 60 évet, a múltat, de egyben ünnepeljük azt is, amit szeretnénk, hogy a jövő legalább ilyen szép legyen. A jubileumi megemlékezésre az osztály egykori és jelenlegi munkatársai mellett a neurológia egyes területein elért legújabb eredményeket bemutató előadókat is meghívtak.